Segítsek! Segítsek, Merci! Nem, csak tettek ugye, mert nincs fel. Állj meg! Tett a lába, kobolom! Oké, ne húzod, ne húzod! Állj! Aj, a rükkverc! Túl elegáns! Ott vigyázz be, ott nagyon lejt! Nagyon ritkán használom! De nagyon elegáns dolog! Látogatok csak a kanyarba, semmi veszélyes nem történt. Nagyon szépen, egyfelőlivel támasz le. Jó reggelt kívánok, buongiorno! Hát így kezdődött most a reggel, megálltak nálam Nagyváradból, illetve angol rendszám, úgyhogy gondolom, hogy ő pedig Angliába élő erdélyi magyar matricáért. Buongiorno, good morning! Nothing happened, don't worry about it. They just stopped for a sticker and for a couple of words. They are on a big trip, nagy túrán vannak, a srácok mennek Bormio felé innen tovább. És most lemennek, hogy le legyenek fotózva ők is. Passo dello Stelvio, 10-es kanyar, ez a szokásos, ez a nagyon szokásos kanyar, mert gondoltam egyet, aztán itt álltam meg reggel, hogy miért ne. Nem mentem most lejjebb. This is Passo dello Stelvio in Italy, curve number 10, the most usual curve, the most used curve by me. It's a perfect day, I don't know how long it will be. Perfect though, because they were forecasting, or they are actually still forecasting quite a lot of rain, 7 liters of rain to the afternoon. Don't ask me when exactly, because I don't think that they know exactly when it will arrive, around 2 o'clock, that's my guess. Allez! Egy laza röhögés az eléra. Kaptak matricát a srácok, akik az előbb megálltak. Az volt az első matrica a motorjukon, úgyhogy megtisztelő, hogy azonnal földobták rá. Legurultak, hogy újra körbe legyenek fotózva. Reméljük, hogy akkor pont nem jön a busz sem. Az állén Janika is mindig röhög. Jó van, nagyon helyes. Szevasz Almási a Brennerről. Akkor nem vagy messze. Bandi Fradi Drucker, Bandi, szevasz. Na, ma nem megy a görgetés, valahogy mindig elhúzódik az egész képernyő. Állj!
Nem volt két nap még live most, remélem, hogy kicsit hiányzott már a live. Első nap egy irodai napot csaptam, ott dolgoztam egész nap, el voltam már maradva sok mindennel, úgyhogy egy kicsit a gép előtt kellett ülnöm. Második nap pedig családi napot tartottam, ezt kirándultam kis családommal. Fölmentünk a Gávia passzra tegnap körbenézni. Nagyon szép a Gávia passz, azt mindenkinek szívből ajánlom. Ha a környéken jártok, akkor azt mindenképp meg kell nézni, ugye Bormióból a Vál-Furva irányba kell menni, illetve az van kitáblázva, hogy Vál-Furva, és akkor gyakorlatilag a Stelvio passzról, ha lemész Bormióba, akkor egyszer kell csak egy balos dobni, aztán már jó irányban is vagy. Itt jönnek visszafele, szevasztok! Hajrá, magyarok! A világ minden tájáról! Jó utat nektek! Így mi? Jó körbe lettek fotózva, úgyhogy szerintem nem lesz itt most baj. Gávia, a Stelvio melletti, ahol van egy tó a tetején, gyönyörű. Igen, pontosan az. Van egy tó a tetején. Hogyha Bormió felől mész föl, akkor egy egészen barátságos paszt fogsz találni, de hogyha átmész a túloldalra és ott leereszkedsz, hát ez valami embertelen félelmetes. Autóval nem is értem, hogy miért engednek föl oda autókat egyébként, az már az érthetetlen kategória, szerintem oda nem lenne szabad fölengedni autókat, mert annyira keskeny a teteje, hogy ott valamit kicsit benézel, akkor nagyon nagy bajba kerülhetsz. De föl lehet menni autóval, és mi is autóval voltunk a családdal, úgyhogy ezért meg lehet oldani, de nagyon-nagyon résen kell lenni, nagyon kell figyelni a motorosokra, a motorosok helyett is időnként autósnak kell cselekedni, hogy ne legyen hiszti. De tényleg baromi jól néz ki az egész passz. Biker Memories, nagyon jól vágod a témát, onnan lehet beereszkedni Tonálére, Pontedi Lányóba. Most nem is mentünk le a túloldalra, mert akkor már az egy nagyon nagy kör lett volna nekünk, hanem csak ott egy pár kanyart mentem lejjebb, ott van egy hosszú alagút, még azon átmentünk, hogy egy-két ilyen csiki-csuki is meglegyen. Hát az tériszonyosoknak nem ajánlott az a passz, ez biztos. Szevasz, Janika, Ali, Bandi, szerintem neked se köszöntem. Ali, Ali, Ali! Janikának meg lehet, hogy többször is, de az sose baj. Iszom egy kortát, aztán fölmegyek arra a magas ülőre, jó? Hogy onnan nézegessük egy kicsit a passzot. I'm gonna get a tea for myself, and then I will sit to the viewpoint, so you guys can check Stelvio pass a little bit from above, not just this curve, and maybe a little more the view as well. Ali, Ali, Ali! Mert nehéz ám úgy beszélni, ha az ember szomjas.
Today is a holiday in Switzerland. It's the foundation of the country. So happy birthday, Switzerland, to you. Tonight they're gonna burn big fires everywhere around the mountains, on the mountain peaks, in our village as well. They made already the wood pile. It's gonna be an exciting night for those who can witness this. It looks like something like from the Lord of the Ring, because on all the mountain peaks there will be big, big fires. It looks really awesome. They banned fully fireworks in Switzerland, and they use this fire traditionally instead of that. Well, what can I say? I like it a whole lot better than fireworks. Ma van Svájcnak a születésnapja, az államalapítás ünnepe, és ilyenkor hatalmas tüzeket gyújtanak a falvakban és a hegycsúcsokban. Tényleg úgy néz ki, mint a valami jelenetbe vagy filmrészletbe csöppenni, mondjuk a Gyűrűk urából. Hatalmas tüzeket gyújtanak a hegyekben, a hegyek csúcsán, olyan helyen, ahova nem is érted, hogy hogy gyalogolnak föl, és be van tiltva a tűzijáték, tehát itt ezzel ünneplik, tűzgyújtással ünneplik. A faluban is körbeállják a falusiak a tüzet, gigantikus nagy mágiát raknak, és azt nézegetik, ahogy repül a parázs föl az égbe, nagyon jól néz ki. Majd meglátjuk, hogyha olyan lesz, akkor lehet, hogy állj! Indítok egy live-ot este, hogy ilyet is lássatok. Ilyet még sokan nem láttatok szerintem. Anyod in the King, úgy látom, hogy neked már meg is jött a válasz. Igen, ez az olasz-svájci határ. Bormio és Prato Allostelvio között kanyarog ez az út, összesen 75 hajtókanyar van rajta. Ezen az oldalon 44. Ez a prátói oldal, mindjárt befejezem, hogy tehát aztán mozgolódok majd oda föl. És ez a 10-es kanyar. Jövő héten megyünk családdal, ha behúzzuk a Stelviot, egy pacsira meglátogatunk, úgy legyen Biker Memories. Jó utat, meg jó mulatást, az legyen meg, az a lényeg. Szevasz GT, Klauzi, jó reggelt kívánok! Jó ötlet, Janika, gondolom a tűzijátékra, vagy a tűzjátékra gondolsz, ugye? Megnézem majd, hogy mennyire látványos ez itt telefonon keresztül. Szerintem elég látványos lesz telefonon keresztül is, és van Svájcban is 5 giga széthasználható netem, úgyhogy egy, mit tudom, egy fél órát, egy órát biztos el lehet vele okoskodni. Na, menjünk fel a kakasülőre. Ma autóval jöttem egyébként, mert mindkét fiamat felhoztam. Ők együtt bandáznak a túloldalt az Umbrail passzon. A nagyobbik fiam ott maradt a kisebbikkel, úgyhogy ezért vagyok kocsival. Na nézzétek meg, milyen szép, hogy egy kicsit be is zoomolok. Szia, Marcel! Morning! Ciao, Mimu, come vai? Hát, annyira néztek, akkor már rájuk is lövök egyet.
This morning I already seen an accident. There is a question about have I seen any kind of accident here? Not here. It wasn't here. It was on Umbriel Pass while we were driving up Toyota Yaris. What is that sport version name? GR. And the Porsche 911 crashed into each other. Was quite a sad scene to see in the morning. And the Toyota wheel was hit so hard that it actually, I think it broke off or something like that. It certainly wasn't right how it was standing. It's quite pity to start a morning drive like this. It's really dangerous, especially with cars, these passes, especially Umbriel Pass, because it's a very narrow pass and some of the curves are absolutely blind curves and you don't really see who's coming. And in those curves, it's strongly recommended to slow down and be ready for a complete stop, you know. So shit like this cannot happen to you. Probably both of them were flying up and down. The Porsche was driving up, the Toyota Yaris was driving down. They were all good. They were standing next to to their cars. Bene, grazie. Magyarul is megy a live. Ez általában két nyelvű live, aztán majd egy idő után, ha egyszer visszajön az olaszom, ebben az évben már nem fog, de azért remélem, hogy jövőre már igen, akkor akár három nyelvű is lesz a live, nagyon sok külföldi követőnk van, úgyhogy ez a minimum, hogy két nyelven megy. Szerintem, ha angolul beszélnék végig, azt is már azért a legtöbb drága magyar honfitársam megérteni. Amúgy is úgy hangzik, mint a magyar lenne. De csecse ebben a színben. És nagyon jó, mert ahogy így lenéz oda jobbra a motoros, pontosan azt látjuk a háttérben, ahogy lenéz. Azokat a képeket nagyon élvezem, ahol pont kinéz jobbra a motoros, akkor kattintok rá, és látszik, hogy mi az, amit néz. Állé, állé, állé! Selfie teraszonat, most összegyűltek a szebbnél szebb autók. Szép háttér. Peter Hakaka kérdezi, láttam ebben a kanyarban már balesetet, amit láttam, azt általában meg is mutatom nektek, meg is mutatjuk nektek a TikTok csatornán is, hogy elég csak egy kicsit körbenézni, ilyen felborulások voltak, hál' Istennek, meg autóra ráborulás, meg bringára ráborulás, de semmi igazán horrorisztikus még nem történt, remélem, hogy ez így is marad, a franc se vágyik horrorra ebben a kanyarban. Mi volt a legviccesebb jelenet, amit ebben vagy más kanyarban átértem, kérdezett Janika. Szerintem a srácok, amikor csináltak székelykáposztát ott a kőfalon, az azért több volt, mint meglepő szerintem. Olyat még nem nagyon láttam, és ugye ott pillanatokon belül, tehát fél órán belül olyan anarchia történt, itt 17-en álltak a kanyarba, amikor fölborult a transzalp, ráesett a BMW-re,
egyébként pont ma írt nekem a transzalpos úr a sérülésekről, hogy milyen sérüléseket szenvedett a motor, de ez volt a legfontosabb. Ő is azt emelte ki leginkább az e-mailben, hogy be tudta fejezni a túrát azzal a motorral, de otthon szétszette, és a teljesen egyértelműen a műanyag burkolatok alatt minden elment, hát azzal esett rá a motor, és ultrára meg volt pakolva, úgyhogy talán nem is csoda. Állé, állé, állé! Állé, állé, állé! Buongiorno! Mi lenne az elejét, azt mondja, hogy gerappa. Németül is beszélhetnék, de jó lenne. Nem tudok sajnos németül. Na, oda nézz! Itt mi lesz? Na, hogy veszi be? A nagy busszal. A kanyárt, aha. Ez befér a limitbe, ez nincsen túl rajta. Here it goes. Yeah, it fits to the limit. I don't think that it is longer than 10.5 meters. It's maybe a little bit longer than the public transportation that goes up and down. Certainly would be too high for Bormio side. Maybe they're gonna go down on the Umbria Pass or back to Prato in the same side, this side. Well, he did a great job managing it. Andor kérdezett, hogy járható ez az út, de látom, hogy már erre is válaszoltak. Nagyon jól tájékozott nézők vannak ma, úgy látom. Ugye időjárástól függ, hogy mikor zárják be, illetve mikor nyitják ki, de az a lényeg, hogy ez csak igazából nyáron néhány hónapig használható út. Most például június 20-án nyitották ki. Nem nyílt meg hamarabb, akkora volt a hó itt a prátói oldalon, a bormiói oldal az már hamarabb nyitva volt. Állé, állé, állé! Ez már abszolút hamarabb nyitva volt. Micsoda élet van a selfie teraszon, oda nézzetek. Ez egy ilyen lakóautó kis verda, bringások, meg egy másik autós is megállt. Állé, állé, állé! Buongiorno! A Spirit a múltkor is itt volt, már múltkor is szétrögtük az agyunkat azon, hogy ilyen névvel. Valószínű, hogy ilyen rossz lelkű, tehát hogy azért az a neve, hogy Spirit, nem? Meg a rózsa is inkább nem rózsát kellene, hanem valami rohadt banánt beletenni a nevedbe, mert a rózsa nem annyira passzol ehhez, amit képviselsz a kommentjeiddel, kis zavar van benne. De hát, ha neked így jó, akkor csináld csak. Kristóf, igen, ez a Passo dello Stelvio. They always find the best spots where they are fully visible in most of the frames. I came down. So they will be a little bit less visible, but they are still quite visible. Maybe I will move temporarily
little bit like this. Yes. Look around here, this is Passo dello Stelvio. This curve is the curve number 10 on Prato's side. It's on 2,545 meters above the sea level. Quite a view, right? That's in the front of me. Allez, allez, allez! A bicycle rider, but I wanted to say that that's the Ortler rider, which is 3,906 meters, so it's almost 4,000 meter high mountain. That's quite a something. And that's snow on the top. It's not just something sparkly rocks, it's actual snow. Került a kis szék. Ákos, az óriási forgalmat, azt gondolom, hogy idézőjelbe írtad szarkasztikusan, vagy leválad, ott lehet, hogy a svájciak mind ott buliznak az Umbria passzon. Hát ez a hét közepe, hiába van ünnepnap Svájcban, ez teljesen kiszámíthatottan, hogy mi fog történni, vagy mi történik be, hogy most akkor följönnek a svájciak, vagy minden mennek kirándulni, meg barbecue-znak a kertben. Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye Ákos, aki nem tudja, ő fotózik az Umbria passzon most a túloldalon, és hogyha van ideje nekem pöttyögni, akkor valószínű nincs olyan túl nagy forgalom. Ma a Gardena passzon a Miki is azt mondta, hogy szabad napot vesz ki, elmegy kikapcsolódni ő is. Mi azért kim vagyunk, ma is négy fotóssal, ahogy szoktunk, úgyhogy ez a kevés ember, aki ma kijön, az szerte széjjel lesz fotózva. Misa, állé, állé, állé! Káosz is elézik, Szeijel Levi ott ültök egymás mellett, mi? Nézzünk akkor már egy kicsit ott így le, nem? Olyankor általában mindig jön valaki, meg rugdosunk egy kis kavicsot, tradicionálisan. Persze, hogy jönnek, azonnal jönnek a motorok. Előkerült a napta is, akkor ez egy hosszabb itt tartózkodás lesz valószínű. Ilyenkor bezzeg, nagyon gyönyörű, szélesen kiszélesíti minden motoros, Murphy törvényei szerint, hogy ott a naptejező, üldögélő, nézelődő párok mind benne legyenek a háttérben, de hát ezt már megszokhattuk, hogy Murphy nagyjából így működik. Look around a little bit. Oh, the bus is up there, struggling probably with those curves. That's the peak where that building is. That's a hotel on the top, and those curves are the
last curve, the 2, 3, 4, that's actually 2 and 4. The rest is not really visible from here, but it seemed that the bus was able to turn. Úgyni. Ünnepeltünk egy kicsit így csendesen ugyan, de azért mégiscsak megemlékeztünk róla. Ők a hegyen a dolgozó srácok, akik húzzák most már csak be a kábelt, amit tavaly építettek itt a hegyoldalban. Aki látta tavalyi adást, az tudja, hogy itt a hegyoldalban ilyen alpinista technikával ott mögöttem vittek föl valami kábelt oda a hütte mellé, és ezt most húzzák bele a vezetékbe. De jó hangjuk volt. Some fancy Mercedes. Allez, allez, allez! Buongiorno! Allez, allez, allez! Buongiorno! Ott tartottam, hogy ünnepeltünk egy kicsit, a Facebook is, meg a TikTok csatornánk is átlépte az 50 ezer követőt, úgyhogy köszönöm szépen nektek is, a követtek, ez a ti érdemetek, nélkületek ez biztos, hogy nem sikerült volna, tökre örülök neki, kíváncsi vagyok, hogy hogyan lépegetünk majd innen tovább, a Facebook az már 51 ezer fölött jár, állé, állé, állé! A TikTok egy kicsit lassabban lódul be az 50 ezer után, de már itt is jó pár százzal fölötte vagyunk, ahogy emlékszem. Úgyhogy ha itt vagy a csatornán, és amúgy érdekel ez a történet, amit látsz, akkor nyomd rá a követés gombra, és ne csak a lájkot, ne csak a képernyőt ütögesd a sok-sok lájk miatt, hanem a követésre is bök rá, és akkor nem maradsz le ezekről a live-okról, meg nem maradsz az érdekes videókról is sem. Úgy. Na nézzük csak. Bob kérdezi, ez a munkám, mert pontosan azt látod, hogy dolgozom. Igen, szia Viki, buongiorno. Tamás kérdezett, hogy transfogaras passo dello Stelvio. Ez már megválaszolták nektek többször is. Állé, állé, állé! Állé, állé, állé! Hát ez egy beledadogtam már. Megakadt a nyelvem a harmadik állénál. Nem is olyan egyszerű ennyiszer mondogatni, közben próbálok valami ritmusban kattingatni. Egy fotós témát tiszteli, ezért az alsó szögből készült képek a legjobbak, mert ha nincs kis szék, akkor nincs alsó madárállás. Szevasz Zoli, látom, te is itt vagy. Nem véletlen, hogy ilyen picik a székünk, ilyen alacsony a székünk, ez így is nehéz, ez az alsó szög, mert hogy itt a kanyar alja az látod, hogy jóval lejjebb van, mint ahol én ülök. Állé, állé, állé! Itt nagyjából azzal a fallal vagyok egy magasságba szemmel. Úgyhogy ilyen szempontból ki lehet, vagy meg lehet nézni, hogy mekkorát esik itt a kanyar és az út egy ilyen rövid szakaszon. Mögöttem ez az épület, ez milyen épület volt? Ez az épület, kérlek szépen, valószínű, hogy ilyen építőanyagot húzgáltak föl benne két irányból is, tehát hogy lentről húzták, meg aztán
tolták tovább fölfele, mert vannak benne ilyen hatalmas nagy kábeldobok rajta fém sodronnyal, sodort kötéllel, és hát ebből következtetek arra, hogy ez valamiféle ilyen felvonóállomás lehetett annak idején, aztán hát egy-két ilyen lezúduló kő átúról eléggé szétbombázta már. Állé, állé, állé! Úgyhogy nincsen annyira pacek állapotban. De szép. Triumph. Igen. Nagyon feltartja valaki előtte. Állé, állé, állé! Mindjárt majd visszább ülök egy kicsit, mert azért ez itt... Megnézem, hogy elmentek-e már ott a selfie teraszról a jó emberek. Jó pofa lehet ez a... Ez a három kerekű még nem mentek el, de egy méterre talán már odébb bírok ülni. Így. Jó pofa lehet ez a három kerekű. Én nem tudom, és még soha nem láttam senkit úgy meghúzni neki, hogy itt megforduljon a hátsó kereke, egy kicsit elkaparjon. FKK Biker, szervusz! Vigyétsz! De nagyon pukkogos volt ez az Alfa Romeo Stelvio. Reggel üldöztem egy ilyet, csak bordó színűt, mondom, bordó színű, az én kocsim meg piros, akkor gyerünk. És tök üres volt reggel az út, úgyhogy nyilván egy bizonyos értelmes szintig ment egy kicsit a racse. Hát itt úgy kell elképzelni a racsét, hogy mondjuk kigyorsítunk a kanyarból, és akkor ő is megnyomta neki, vagy én is, aztán utána kanyar előtt meg lefékezünk, szerintem egyszer sem mentünk többen, mint 80, de addig nagyon-nagyon jó móka volt. Hogy vagy, gut? Attilio. Buongiorno! Greetings from Austria. Hello, guys! Igen, olvastam Zoli azt az írott kői balesetet, ráadásul mind a kettő magyar motoros volt, ez az brutális téma. Az biztos, hogy nem tesz jót egy ilyen útnak, hogyha ilyen horror balesetek történnek rajta. Nem tudom, hogy történhetett, nem tudok sajnos semmi részletet, hát gondolom valamelyik ők elkottázta, és így találkoztak, ez borzasztó. Egy kisfiú nyomult. Welcome guys to Paso dello Stelvio, look around a little bit how great the weather is today. I don't know for how long though, because they were saying that it's going to be rainy in the afternoon. Allez, allez, allez! And we have 50-50% chance that it's going to be the reality, or it's just something that they're gonna change afterwards. I came with a car just to prove that they are wrong, because most of the times when I come up with the car, then they are canceling all the rain. Allez, allez, allez! So I hope that it won't be any rain today.
especially because it's the birthday of Switzerland, the foundation of their country. They're gonna celebrate it with big fires all on the mountain peaks and in the villages. It's quite fun. It would be so pity if the rain would wash that away, although I still think that they would burn the fires. Unnecessary loud pipes. Erre szoktuk magyarul most mondani, ugye, hogy itt szoktunk, hogy teljesen feleslegesen hangos kipufogó volt ezen a gépen, valószínűleg egy jó kibelezett dob volt, vagy jó kiégett dob volt már rajta. Szia Pisti! Kürven Züchti, greetings from Austria. Hello back to Austria. I think I didn't read that. Szia Levi, szia Gabe, áldassanak a mai fotók, csak a Stelvio. Dicsértessék a magas hegyi levegő. István, láttál egy jó eldőlős motoros videót, úgy látszik. Milyen baleset történt, lemaradtam. Nem itt, Pepi, hanem Írodkőnél. Ütközött két magyar motoros a napokban, talán tegnap előtt. És igen, olyan nagyot ütköztek, hogy mindketten az életüket vesztették, hát ez borzalmas. Frontális ütközésnél egyébként kevés szarabban, motoron, meg bármin. Tehát azt el tudjátok kerülni, annál bármi jobb, a fa is jobb, az árok is jobb, minden jobb. Annál rosszabb nincs, amikor szembe találod magad egy másik járművel, tehát azt mindenképpen arra kell törekedni, hogy azt elkormányozd valamelyik irányba, mert annál nagyobbat nem üt semmi, mint egy feléd ellenkező irányból mozgó jármű, tehát egy álló fal, egy álló fa, egy óriási mély árok, egy bármi kisebb sérülést fog okozni. Nem azt mondom, hogy akkor megúszhatták volna, de ennél rosszabbat tényleg nem lehet elképzelni, ilyen balesetnél rosszabbat. A kibelezett, kipufogót szeretik Tirolba, igen, ezt ott nagyon értékelnék. Színes csekket írnának valószínű elég gyorsan. De hát ez itt Itália, itt egy kicsit, hogy mondjam, engedékenyebbek a hatóságok, így rengeteg hangos kipufogót hallok. Áli, áli, áli! Buongiorno! István, nem rossz a panoráma, Makmarci, semmilyen baleset nem történt itt, nem itt történt, hanem az Írodkőnél történt balesetet. Jártuk egy kicsit körbe, milyen napokban történt.
It's quite unbelievable, right, that it could be this quiet. Stelvio has some really bad reputation regarding the traffic. Now look at this then. Ha most felállnék és oda sétálnék a kerítéshez, akkor garantálom nektek, hogy jönnének azonnal motorosok, és csak gondolnom kellett csak rá, és már is jön. Lábakat felhúzni. Nagyon rosszul néz ki, pláne amikor egy ilyen nehéz vason valaki ott lábazgat össze-vissza. Talán elmegy a mini lakóautó is. Allé, allé, allé! Hogy orna? Ugye ez itt a 10-es kanyar, Diecsi. A miringás azt mondta szerintem, hogy ez már kevesebb, mint 10 van hátra, olaszul. Az egy Harley Davidson volt. Grossglockneren szoktam fotózni, nem szoktam, mert ott nem engedik. Az egy magánút, és ott a út kezelője úgy gondolta, hogy ez már ördögtől való történet. Biztos nem kell oda már több turista, vagy nem tudom, nem akarják, hogy ott fotózzon bárki, vagy akárki. Volt egy pár fotózás 7-8 éve, és aztán letiltottak minket egyszerűen a helyi riderünk. Elmegy a kis busz, fölmegyek megint oda egy kicsit a kilátóba, annál jobban fog kinézni nektek is a látvány. Check the view from here, you can see plenty of curves down there towards the valley, just a small fraction of it. We have 44 curves on this side, and this is the side that goes down to Prato allo Stelvio, so that's why we call it maybe it's Prato dello Stelvio, that's why we call it Prato side. And from this point, drivers should complete 9 more curves till the peak, and the peak is on 2,758 meters. That's the highest public paved road in Italy, and far as I know, there is only one Alpine pass which is higher than this in France, but only with a couple of meters, so not really a big difference. But I think this one is a whole lot more famous. It was built approximately 200 years ago by the Austrians.
within 5 years, which is absolutely crazy. I don't know how they did that. Buszos elirányította, hogy most mit is kell csinálni, hogy is kell csinálni. Ott átalakult másik irányú közlekedésre a forgalom. Buszos mindig ide röhög, valamit mindig, valami vicceset mindig talál. Mindegyik. Állé, állé, állé! Lehet, hogy az állványomat nézte, hogy mi az az állvány. Ez úgy néz ki, mint valami nagyon komoly szerkezet lenne. Pedig valójában csak egy datarúter, egy fényképezőgép állványon. Állé, állé! Hajrá, magyarok! Ez hol van? Kérdezi Donát, Passo dello Stelvio, Olaszország. És angolul éppen arról magyaráztam, hogy ez 200 éves durván ez, a, ez az út, 1820 és 25 között építették az osztrákok, hogy két tartományt ezzel összecsatoljanak, itt Olaszországnak ez a része, és akkor még az osztrák birodalom része volt. Ez egész hihetetlen sztori, hogy ezt 5 év alatt megépítették. Hát nyilván nem így nézett ki, de a nyomvezetése az nem sokat változott azóta. Gondolom, hogy kicsit keskenyebb volt, meg nyilván nem aszfaltos, hanem valószínű murvás, ilyen szekérútnak gondolnám. Akkoriban ez még egy kicsi, egy fokkal még félelmetesebb lehetett. Az egészen biztos. Szerintem ennél azért bebír sportosabban is kanyarodni ez a pukkogós alfa, de hát ez most így sikerült. Ali, hogy vagy, kedves Dani? Nagyon szépen köszönöm kérdésedet. Jól vagyok ma is. Sőt, egy kicsit még jobban vagyok, mert elmúlt egy napot, hát a tegnapi napot az teljes pihenéssel töltöttem a Gávia passzon. Kirándultunk, családi napunk volt. Szevasz Dani, szevasz Drusszám. Pénzért vette a jogsit az alapás. Üd, Pécsről punyadunk a lakados műhelybe. Jó munkát nektek, gondolom azért nem egész nap megy a punyadás, de néha meg kell ülni. Na meló közben is, Olaszországban helyileg hol van, ez az olasz-svájci határ, Észak-Olaszország, Bormio és Prato közötti út. Janika, ugye jó kis fotók készülhettek volna a szekérről, ahogy jönnek föl, futnak a lovak. Állé, állé, állé! Csak nyomott egy ilyen hanyag állé-állét vissza. Kis rác megint, állé-állé-állé! De lehet, hogy lány, ezt ugye innen aztán már végképp nehéz megállapítani. Jut egy kis pihenés is, persze, ez ritkán
engedjük meg magunknak, mert hát rövid a szezon. Itt nagyjából minden jó idős napot azért érdemes kihasználni, de néha kell egy kis pihenő. Fölállva talán még szebb a látvány, szerintem most lerongyolok ezt az Audit még innen, meg a motort is, akkor már, ha így alakult. Meglövöm. Back to the chair. It's really dangerous, this. This moves. I cannot stop, so I gotta run down from the spot on the mountain side. Szia, Szilárd! Kérdezett, hogy nem mond-e vihart, arra délutára mondanak. Hát nem vihart, de 7 liter esőt. 2 utára, úgyhogy majd kiderül, hogy ez bejön. Azért nagyon sokszor olyan tipformájú az időjárás jelentés. Van olyan, hogy esőt mond, de nem lesz eső. Van olyan, hogy esőt mond, és lesz eső. Meg olyan is, hogy nem mond esőt, és mégis lesz eső, és akkor hogy utólag a berg fekszen, így fogják, azt megváltoztatják az időjárás jelentést, mint ugye mindig is ezt mondták volna, tehát az ilyen esőmennyiséget azt rendszeresen kijavítják. Ja, nem 0,2 liter, hanem 10. Meg ilyenek, hát én gondolom, hogy nagyon nehéz itt kiszámítani, hogy mikor, hol csapódik ki majd ez a nagy eső ezeken a magas hegyeken, de 2 előtt azért remélhetőleg nem fog semmi sem történni, indultok errefele, nagyon helyes. Hát mi ilyen 2-ig terveztük max, hogy ezt az időjárást mindenképpen elkerüljük. A live az azért nem fog 2-ig menni, mert pláne, hogy ilyen gatya a forgalom, mert azért ez most így eléggé gatya. Passo dello Stelvio, jártok velem, itt nézhettek körül. Egy fényképezőgépre szerelt telefon segítségével így megy a live. És abban nézhettek bele, hogy hogy dolgozik egy kanyarfotós egy ilyen csodálatos környezetben, milyen az iroda, milyen a forgalom. Kicsit fölmérhetitek azt, hogy ha vágytok erre az útra, akkor melyik nap érdemes jönni, melyik nap nem. Bár szerintem 2 egyforma szerda, meg 2 egyforma csütörtök, meg hétfő vagy kedd, szóval nincs 2 egyforma nap. De valahogy így a hét közepe az általában nyugisabb, és látod, most azért mi is bizonytalanok voltunk, mert ma van az államalapítás ünnepe Svájcban, nekik az augusztus 1, az augusztus 20, ami nálunk augusztus 20. Nem minden országot alapítottak ugyanaznap, úgy tűnik. És hát nem lehet kiszámítani, hogy ilyenkor nagyobb lesz a forgalom, pont azért, mert nem dolgozik egy csomó svájci, vagy pont, hogy kisebb lesz, pont azért, mert nem dolgozik egy csomó svájci, és végre elkezdett itt a hegyoldal virágba borulni. Itt most van tavasz, itt most kezdődött a tavasz, ugye. Vagyis hétfőn voltam lent a 18-as kanyarban, ott már régóta virágzanak a kis virágok a hegyoldalban, tehát nagyon vicces, hogy 8 kanyar és más évszakot tud mutatni. Itt tényleg most kezdtek el nyílni, tehát eddig még itt nem volt igazán virág, egy-kettő apróságot leszámítva, de vannak ilyen útszéli nagyhatalmas lila virágok, amik ott nőnek, azok itt még nem virágzanak, de lent, ha lenézünk a völgybe, akkor látszik messziről, hogy milyen szép virágos minden.
Jöhetne egy pár Vespa, ugye, Viki? Egy Moto Guzzi V85 TT Stelvioval kellene itt venni. Hát a Moto Guzzitól elfogadok egy ilyen szponzormotort, és akkor kirakom ide magam mellé. De egy Alfa Romeo Stelviót is föltekergetnék ide minden nap. Meg ne hallja itt a kocsim. Mert ez is nagyon élvezi a kanyargászást itt fönt, azért vele is lehet szépen haladni, lehet jobban, mint egy Alfával. Nagyon szép színes, tényleg most a passz. Itt ugye feljebb azért egy kicsit még kevéssé, de itt is kifognak nagyon durván, nem gyorsan most már nyílni a virágok, de egy kicsivel lejjebb elképesztő színkavalkád van az Umbria Pass mellett, egyszerűen nem bírsz a látvánnyal betelni, amerre nézel, színes, ilyen apró pici virágok, mint itt is színes virágok nőnek, nyílnak, nagyon-nagyon szép. Ebédszünet van-e? Nekem nem szokott itt ebédszünet lenni, általában addig megy a live, hogy utána szoktam megkajálni. De egyébként nem rossz, amit mondasz, hogy lehet, hogy ki kellene venni a szendvicset a kocsiból, mert ott kevés melegebb hely van a világon most, mint az autó, amit süt a nap. Állé, állé, állé! Ki is veszem. Igen, nincs is hideg az autóban. Na, egy ilyen szép kis Yaris volt összetörve, fölfele jövet az Umbria Passon. Kanyarból kaphattok egy 360-as körültekintést, mindjárt megcsinálom persze. Stelvio mellett melyik a legkedvesebb hágód, kérdezett Zoli. Hát én most az Umbria Pass nagyon szeretem, mert ugye ott följárok minden nap, meg az egy tényleg egy nagyon extra, nagyon jó pofa, nagyon technikás hágód, tehát azon jó érzés motorozni, de nagyon sok kedvenc hágom van. Itt Svájcban elképesztő, hogy milyen hágok vannak. Az Albula Passt is nagyon szeretem. Az nagyon változatos. Tehát ott vannak ilyen hajtűkanyarok az elején, aztán utána van egy ilyen nagyobb, nyújtottabb rész. A legmagasabb pontján ilyen óriási, csupasz sziklák vannak mindenfelé az úton így, vagy az út mellé oda gurítva, mint a óriások rendezték volna, ilyen autónyi méretekről gondolj, hogy akkora hatalmas nagy kövek, meg kisebbek, nagyobbak nyilván szerte szét a hegyen, egy darab növény nincsen fönt a csúcsán, és akkor a másik oldalon, ahogy meg haladsz, lehet egy elképesztő romantikus kis svájci faluba visz le az út, nagyon jól néz ki. És előtte meg van egy ilyen nagyon csiki-csukis rész, gyönyörű szép tó, van egy nagyon csiki-csukis rész, ahol meg ez a piros vonat kanyarog, alagútból kibe, és akkor nézzük meg ezeket a verdákat, jó, amik most jönnek, mert szerintem itt ez most elég jó lesz, ami közeledik, hallgassuk csak meg. Thank you.
Kiálltak oda. Menekül is az alfa, figyeld! Gyere, vigyük el az olasz, mert megjöttek a német autócsodák. Na, akkor megcsinálom ezt a körpanorámát nektek, amely így megjöttek a BMW-s angolok. Oda föl szoktak mászni, aztán onnan szokták lefotózni a verdáikat, ezt már sokszor láttam, és erre főleg az angolok jöttek rá, lehet, hogy egymást nézik, hogy ki mit csinál. Na, nézzétek meg, hát szóval így néz ki a völgy felé, a Sprato felé, az a selfie terasz. Ezt a motoros is lefotózom, aztán fordulok tovább. Állé! Ilyenkor általában, amikor akarok valami ilyesmit mutatni, akkor mindig jön valaki, na hát innen folytatjuk, mindjárt vissza kell kanyarodnom, mert bringás is jön, őt is lefotózom. Aztán haladunk tovább. Állé! Jönnek már arról a felhők, kim van a nagymadarunk, ott körözt fönn, talán az is látszik egy picit. Hát ez nagy élmény annak, aki ott fönn van most a hüttében, mert onnan nagyon közelről lehet látni, ugye az a csúcs, ahol a hotel van, ez a kis ház, amit mögöttem a hát lejjebb jön most a madár, mert egészen elrepült erre, majd szemmel tartom, amennyire lehet. Itt mellettem van egy ilyen óriási szakadék, az ott lenne, az már jó koszos, de hó. És így vissza a kiinduló pontra. Jön lejjebb a madár. Gyere csak ide! Menekülnek, nézd! Menekülnek! Mert jön a busz! Azért menekülnek, mert... Jó fej a buszsofőr, nézek, megvárja. Megvárja, a Bentley-t is megvárja, de jó fej. De erről beszél a gyerekek, hogy azért ez itt Itália. És tudta a busz, hogy röhögött a buszsofőr, hogy mi van. They were running away from the bus. Have you seen this scene? It was pretty cool. But the bus driver seen it as well. He was laughing at me like crazy. But he was waited till everybody is passing. What a scene it was. I loved it. Mi folyik ott lenne a kanyarban, ott csak fotózták a szuper verdáikat az angol autósok. Nézem közben a madarat is fönn, meg próbálom olvasni a kommenteket is. Hány fok van itt? 15-16 fok van, amikor süt a nap, akkor betyár meleg. Itt repül el pont fölöttem a madár, de nagyon-nagyon magasan van egyelőre még. A szipogásom sajnos továbbra se szűn meg, ezt nézzétek el nekem, de nem tudok mit csinálni, igazából csak bedugul az orrom valamiért itt.
Janika, a kanyárfotónak te vagy a vezetője, ha lehet ilyet mondani, a kreatív vezetője vagyok én a kanyárfotónak, igen. Többen csináljuk, négyen alapítottuk a kanyárfotót, én vagyok az egyik őjük. Laci írott, hogy szép helyen vagyok, tényleg nagyon szép. Bogi kérdezett, hogy a Svájc, majdnem, Svájc, Olaszország határán vagyok, a Passodello Stelvion, forgolódom, hogy hol a madár, hogy el szalasszam, hogyha, aha, ott van fönt a hegycsúcsnál, egy kicsit azért lejjebb kanyarodott. Viki, te már nagyon profin válaszolod a kérdéseket. Állé, állé, állé! Köszönöm szépen mindenkinek, aki így besegít. Ugye én nem a telefonomat nézem, hanem dolgozom közben, fotókat készítek, a telefonom a fényképezőgépre van rátéve, egy spéci tartóban van. Így nézitek a live-ot. Ezért amikor jönnek a motorosok, vagy bármi jármű, amit én fotózom, és kattog a gép, akkor egyértelműen nem nézek telefont, és akkor sem, amikor így monologizálok, mert akkor én nem tudom, én bele dadogok a dumámba, közben próbálom a kommenteket olvasni, úgyhogy mindig kell egy kis csönd. Állé, állé, állé! Ez az állé-állézás is már nagyon nagy evolúció ment keresztül, nagyon sokat hallgattam, hogy hogy mondom ezt, hogy állé-állé, és nagyon sokáig nem szerettem viszont hallani, de most már nem zavar. Megtaláltam azt a tónust, amit már én is elbírok viselni. Megbékéltem vele. De a bringások reakciója meg. Buongiorno, allez, allez, allez! Erről beszélek. Buongiorno! Allez, allez, allez! Csokoládé, szevasz, haza is értetek, már hiányzik az Alpok, azt elhiszem. Épp emlegettelek ma titeket, hogy mi volt a legviccesebb, hát a székelykáposzta főzős fél óra, szerintem az volt eddig idén a legviccesebb jelenetsor. Pécsen 37 van. Dezső, hál' Istennek, akkor most nem nálam van a gond, nem annak örülök, hogy nálad gond van, csak hogy én nehezen bírnám ezt jobban megoldani. Állé, állé, állé! Nagy madár, őrült magasan van fönt. Ugye itt van a Stelvion, egy egész szakállas, saskesejű család, aki szereti az állatokat, az megtalálja a róla készült videót már, és mindig várom, hogy jöjjön már egy kicsit megint közelebb, hogy tudjak róla még felvételeket készíteni. De mostanában nem tisztel meg annyira a figyelmével. Lehet, hogy igazuk lesz az időjárás tekintetében. A meteorológusoknak ma. Mert tényleg nagyon keményen elkezdett befelhősödni abból az irányból. Fiaimnál ott hagytam egy napernyőt a túloldalon, mert autóval jöttem, mert itt van most mindkét fiam, és ők együtt bandáznak, az Umbria Passon ott fotóznak. Úgyhogy ha elkezded szemerkélni, akkor majd azért szépen
el kell húzzam a csíkot, de nem fognak megázni, mert napernyő alatt ülnek. Állé, állé, állé! Tényleg kemény arcok ezek. Állé, állé, állé! Buongiorno! Little bit, it's too many tourists in the background like that. Yes, it's a little bit better, not perfect, but more clear shots like this. Passo dello Stelvio, ladies and gentlemen, from Italy, North Italy, right next to the Swiss border. Let me know if you ever been here or it's on your bucket list. Ali, ali, ali! Or you never heard about this road yet. I can give you some more details. This is the highest one in Italy, almost the highest one in whole Europe. There is only one even higher than this in France, but with a couple of meters higher, so not very serious difference. Ali, ali, ali! Buongiorno! Cheerful bicycle riders, I love that. Super fast downhill. Loisek is asking, is this Romania? No, this is not Romania, it's Italy, Passo della Stelvio. And it's getting more and more cloudy. Guys are leaving. In the car, I can move back to the better position soon. Like right now. Oh, another group of tourists arrived there. Great. Milyen fajta járművek szoktak arra járni, amit csak el tudsz képzelni. Lefelé, Prato felé. Serpentinen két olasz rendőr erősen szedte ki a motorosokat. Engem csak a nem gyári visszapillantó miatt büntettek, csak németül beszéltek, lehet, hogy svájci testvérük volt. Igen, ezen a részen érdekes, hogy ugye nagyon sokan Olaszországban németül beszélnek, mondom azért olaszul beszéltek, nem? De angolul nem feltétlen akarnak. Biztos kellett a lóvé, a szendvicsem. Biztos kellett, össze kellett gyűjteni egy kis extra lóvét. Ki volt adva az ukász, aztán meg kellett állítani pár motorost.
pont belekerültetek, hát sajnálom, remélem nem büntetett azért keményen. Állj, állj, állj! Buongiorno, Cinzia Zero. Lefelé a motorosok miért vágják az ívet? Nagyon jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés. Edward, ez tényleg jó kérdés. Ezen én is sokat gondolkodom, nem tudom megmondani a választ. Ez biztos, hogy erről is szólnak a videóink, amiket kiposztolunk, hogy hát, ha eljut még több emberhez, és egyre többen értik meg, hogy hogyan kell ezeket a hajtókanyarokat egészségesen és okosan bevenni, aki nem vágja le a kanyart lefelé, állj, 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 az sokkal kevésbé találja magát mindenféle malőrökbe. Állj, állj, állj! Allez, allez! Kis kampó. Örül. Egy jó kis családi program lehet így mindannyian föltekerni, nem? Na, Dezső most rendesen tudtál csatlakozni, akkor ez is megoldódott. Még sincs este, látod? És még megy a live is. Gyönyörű transzfogaras írót dögvész, ez a Stelvio Pass, de a transzfogaras is tényleg gyönyörű, de jó lehet ott lenni. Hát ezek a bringásokon is az látszott, hogy ők is nagyon-nagyon örülnek. Fogarast azért nem lehet összetéveszteni ezzel, hát igen, nehéz, mert ilyen hegyek nincsenek a fogarasnál szerintem. Talán még így, hogyha nem tudom, valami ilyes, nem tudom. Tehát ha ilyen keveset mutatok, és valaki akkor jön be, akkor még csak-csak. De ezek itt 3000 méter magas, vagy felette, az ott 4000 szembe velem, majdnem 3906. De a franc se tudja, tudod, telefonon át. Ki tudja, lehet össze lehet keverni, minden esetre ez nem annyira nagy bűn. €61 benne van. Elé, elé, elé! Én mindig úgy szoktam gondolni erre a büntetésre, hogyha valahol megbüntetnek, lekopogom valahol vagy, de a székem erre nem tudom számít, de most már eléggé régen büntettek meg, hogy hát annyi csíntevésen biztos volt az elmúlt egy évben, hogy ennyi, akkor most belefér. Akkor most elkaptak. Nem? Körülbelül. What language is this? This is Hungarian language. This is a bilingual live. If I see that there is a question popping up in English, then I'm answering it in English. If it's in Hungarian, then I'm answering it in Hungarian. Hungarian is my native language. I'm from Hungary, but this is Italy. You are watching live from Passo dello Stelvio. Italy's highest mountain pass. This is in North Italy, right next to Switzerland, and Switzerland has a holiday today. It's the
the country was founded in 1st of August. So that's the birthday of Switzerland. They're gonna burn some massive fires everywhere in the country, on the mountain peaks, in the villages. It's a fun scene to witness it today. Well, that was a bit scary, but that is a very straightforward rule. Only those bikes can be dropped that are stopping here. So if you don't stop your bike in the middle of the curve, then you probably will not drop it in the front of me. And it felt like he was pulling a massive gas to avoid that. Maybe that wasn't the plan. Maybe it was about something else, but it felt like that. Before you got fent. Szerintem ott fent motorállítás folyik. I think somebody dropped it above me in that curve. Let me see. I don't think that I can zoom that far with the phone. Yes. Ali, Ali, Ali! Neither with my camera. I don't have a long lens on it now. Oh, you've been in Hungary 2 years ago, an Ozora festival. Well, that's a cool festival. I think my son just told me that it's in a top 5 best festival on the planet, which is quite amazing. I've never been there. Maybe I will go one day. I don't know. It's you know, it's in during the summer, and normally the summer is like this for me. It's not about the festivals, but that must have been a great time for you in Hungary. But it's Hungarian language is not something easy to recognize, I guess. Roli, most jöttetek el előttem nemrég, remélem szépen lefotóztalak titeket is. A new rider from Switzerland and wanna do Stelvio ones, but I'm scared because of your videos. Don't be scared. You need to just practice between cones, you know, these sharp turns, the turning arounds. You can draw with your bike like circles and eight, the shape of the eight. Mixing right and left turns, and you won't have any kind of problems here. There are a couple of quite simple rules, and if you keep that in your mind, then I think it will just work nicely. I put out quite a few videos about these rules. Just watch them, memorize them, and then you will be fine. Avoid the very busy days. Pick a day like this. Look at that, nobody would disturb you in a curve. Roli írott, hogy nem egyszerű ám itt menni, gyönyörű a hely, imádsz itt lenni. Tényleg nem egyszerű a passz, aki még nem járt ilyen magas hegyi passzon, azért ez meg tudja lepni az, hogy mennyire kell tekergetni a nyakadat, hogy lásd az utat, hogy előre fel tud térképezni az egészet. Hozzá kell ehhez szokni, hogy gázokat kell húzni. Kanyarodás közben nem lehet csak úgy szépen elfordulni, ahogy szeretnél, egy ilyen
lassú kanyarba, hanem itt igenis oda kell rakni a gázt, akkor is csak a 25-tel kanyarodsz közbe. Picur is asking, is this your job? Yes. This is my job. Partly. Voltak ma már borulások, nem volt még ma borulások. Roli, nagyon aranyos vagy, bírom nagyon egyébként, amikor valaki még nem ismer minket. Ez nem az az oldal, ahol privibe átküldjük a fotókat, Roli. Ne haragudj, hogy nevetek, de ezek mindig annyira aranyos üzeneteket szoktunk kapni. Ha esetleg rólunk készült fotó, nagyon szívesen várnám priviben is akár. Ezeket a fotókat föltöltjük a honlapunkra. Ez egy webáruház, ott meg tudod vásárolni a rólad készült képeket. Így működik a kanyarfotó. Hát a privibe küldözgetném át a képeket, akkor miből adnék enni a családomnak utána a nap végén vajon? Vagy miből tankolnék a motorba, vagy autóba, vagy ide föl tudjak jönni? It's an awesome festival also happening right now again. Yeah, this is why it was a subject of a conversation with me and my son, because it's happening these very days in Ozora again. Allez, allez, allez! Must be so much fun to be there partying. Ozora is thought to be so popular that all tickets are sold around in February. That's absolutely crazy. It's such a great success. I'm so happy for the organizer of the festival. Dezsőt is megmosolyogtatta a Rolinak az üzenete. Neved magadra, Roli, nem kinevettünk, hanem csak tényleg, hát ez ilyeneket nap mint nap kapunk, és egyébként otthon Magyarországon van is egy-két ilyen fotós, akivel ezt így lehet nyomni, hogy privibe küldhet létszi a fotó, de a kanyarfotó az nem ez a kategória. Nagyon egyszerűen meg tudom úgy találni a honlapon a képeket, tényleg semmiből nem áll az egész. Nagyjából 5 perc lesz ma, ráadásul annyira kevés forgalom, hogy hát aki szokta nézni az adást, azt már látja is, hogy ez tényleg nagyon kevés, de mondjuk hát hánykor? 9:30 már biztos fotóztam, mert meg tudom nézni, most arra is van idő, hogy megnézem az első kép, mikor készült. Pontosan 9:30, nagyon jól tippeltem. Most 9:30 óta nincs 1500 kép a fényképezőgépben, ami azért szerintem új negatív rekord, az már... Hát kicsit több, mint 2 órája, akkor azért annyira nem durva negatív rekord, de ez mindenképpen nagyon kevés képnek számít itt a Selvio Passon. Ez lehet, hogy annak is köszönhető, hogy azért mára ijesztegettek itt az időjósok a délutáni esővel. És ahogy így nézem az eget, ahogy ez alakul, ez be is fog nekik jönni. Igazából a polár filtert is el lehetne most már felejteni. Viki, ha valaha eljutnék a Passo dello Stelvio-ra, egész biztosan vennék. Én is egyébként, hogyha ezt nem én csinálnám, akkor én is egész biztosan vennék képet, mert pedig azért, mert ez tényleg egy olyan emlék annak, aki itt
autózik, motorozik, bringázik, ez tényleg nagyon személyre szóló emlék, ez tényleg tök jó lesz visszanézni évekkel később, 10 évvel később, 20 évvel később, hogyha nem bízol a digitális technikába, akkor nyomtatva is kérheted, vagy vászóképpen fölrakod a falra, és akkor tényleg biztos, hogy fogod ezt újra látni még. Tehát ezek... Hajrá, magyarok! Azt mondja, magyarok vagy. Magyarok vagyunk! Ez aranyos volt. Szóval ezek tényleg olyan emlék, amit jó, egyszer jó visszanézni. Nekem van Stelvion készült fotóm, amit én csináltam, illetve akkor, akivel voltam, ő készítette rólam, ahogy itt nem tudom, állok valamelyik parkolóban, akkor egy Alfa Romeo 33-asom volt, mindjárt kitalálom, hogy ez hány éve volt, közel 30 éve volt, amikor először jártam itt a Stelvio Paston, és még mindig jó dolog nekem ránézni arra a képre, jó emlék, visszajönnek az akkori élmények. Akkor láttam én először ezt a paszt, és akkor ugye nem volt se internet, se semmi túró, az ember nem is tudott erre felkészülni se, csak azt láttam max, ha nagyon megnéztem volna térképen, de lehet meg se néztem annyira térképen, hogy ilyen nagyon kanyargós ez az út, de hogy ez ilyen brutális lesz, arra nem voltam felkészülve, úgyhogy ezek tényleg jó emlékek, hát szerintem többet ér, mint egy hűtőmágnes, amit bárki megvehet fönt egyébként a csúcson 5 és 10 euró között. Szia Zsolt! Írott, hogy legalább ilyenkor örülünk egymásnak, mi magyarok. Igen. Nekem ez, én, talán ez is az egyik oka, amiért nagyon szeretek itt kint lenni, mert itt nagyon sok magyar megáll nálam, napi szinten tényleg több magyar is megáll nálam, és örülünk egymásnak azért, mert magyarok vagyunk, összesen csak ezért. Tehát, hogy semmi más közös nincs bennünk, de az elég, hogy magyarok vagyunk. Állé, állé, állé! És ez otthon meg egyszerűen nem elég, valamiért nem elég, otthon nem tudunk egymásra körülni, csak szimplán azért, mert mindenki magyar otthon, hanem otthon mindenképpen bele kell kötni, meg állni a másikba. De Milák Kristóf tegnap ezüstérmes lett, majdnem azt mondta, hogy aranyérmes, annyira jól úszott, elképesztő időt ment. Kétszáz pillangon. És anyukám nagyon követi ezeket az úszósportot, meg a sportolókat eleve, és ő mondta, hogy micsoda ronda kommentek vannak ott össze-vissza Milák Kristóf kapcsán is. Hát ennél szomorúbbat azért kevés dolgot tudok elképzelni, mint egy ilyen komoly sportolóra negatív kommentek érkezzenek, ez is olyan fura, nagyon fura. A kanyarban feltről mennyire látszik, ha jön felfelé valaki, mert olyan bátran csapják le, semennyire kb. Ott a lukon azért át lehet nézegetni, de mondjuk, ha csak nem egy busz jön, akkor nem annyira látszik. Lávó! Ez a bátor lecsapás, ez nem azért van, mert ennyire körültekintően mennek, hanem körülbelül ott véget ér a képesség. És
Én innen egyébként a gépen keresztül nem is mindig látom, hogy ki mennyire csapja le, mert én be vagyok zoomolva rájuk ilyenkor, és nem látom az út szélét, tehát nem feltétlen érzem azt, hogy mennyire kanyarodik valaki szűken vagy tágan. Ugye visszaülök odébb, mert... Allez, allez, allez! És ezt már csak azért se értem, mert sokkal könnyebb a szélén kanyarodni, tehát egy konkrétan sokkal könnyebb a szélén kanyarodni, hogy egy nagy ívbe tudsz fordulni, ott nem meredek, nem esik akkor át az út, de ez is százszor könnyebb lenne a szélén elkanyarodni, ezt mégse kanyarodnak el a szélén, arról meg nem beszélve arról az óriási hozományról, hogy ott aztán nagyon ritka az az eset, amikor ott jönnek veled szembe, mert már láttunk olyat, aki fölfele ott kanyarodott, de ez tényleg nagyon ritka. Tehát olyat eddig mondjuk egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányat láttam, na jó, lehet kettő, de olyat, aki meg felfele középen kanyarodik, olyat meg már rengeteget. Na, ez egy turbos. Aha, turbos kava. Csak úgy cirrogott. Ők integetnek. Ők meg motoron ülnek. Nice little Fiat 500 Abarth. It's also a small but quite a big dream car for many, right? Allez, allez, allez! It's gonna be impossible to photograph them because of the traffic. But one more like this. There you go. A little push. It's very nice. Zsanyi kérdezi, mióta csinálom ezt a kanyarfotózást. Ez a 8. szezon. Amióta a kanyarfotó van. Az már gombócból is lassan sok. Well, that's quite cloudy. I would say that maybe I will finish this session earlier, right after the live, or maybe a little bit after the live. The weekday lives usually last for 2 hours. I started this one at 10 o'clock. That's the usual time. And it will be over around 12 o'clock if nothing extraordinary happens, obviously. But it seems that this is going to be quiet like this, and I bet it will be even more quiet later on because of the weather. Allez, allez, allez! There you go! Ott még extra erő a spájzban. Joga Elysium kérdezi, szia, és a külföldiek tudják, hogy a képet megvásárolhatják? Hát persze, hogy tudják, szerintem jobban tudják, mint a magyarok.
itt a kanyárfotó pontos, hogy annyi ideje van jelen, mint Magyarországon, csak itt minden nap az év ezen szakaszában, tehát a nyári szezonban itt. Első szezonban nem volt minden nap, de azt követően már gyakorlatilag igen, tehát most már ez 7 éve itt egy nagyon megszokott dolog, hogy itt van kinn a kanyárfotó, itt nem így hívják, hogy kanyárfotó, hanem nézd csak, ez a titok. Allé, allé, allé! Így ki van téve a molinó, de rengeteg külföldi áll meg matricáért, idén már rengeteg külföldi követőnk van, hál' Istennek. Érdemes beleolvasgatni a kommentekbe. Allé, allé, allé! Hogy lásd, hogy valójában, prego, prego! Valójában milyen sokan követnek már bennünket külföldről is. Nem csak itt, hanem Facebookon. Most idén elkezdtük nyomni a YouTube-ot is egy kicsit keményebben, úgyhogy ott is gyűlnek most már a nézők, a nézettségek, egy-két videó az már szépen teljesíthet, ott még azért kell egy kis idő, mire nyilván fölpörög. Allé, allé, allé! Allé, allé, allé! Szia János! Tarak írott, hogy nézve a live-okat, nem érte, hogy hogy lehet ennyi motoros, aki nem tudja kanyarba kezelni a motorját. Ugye azért itt nagyon megmutatkozik, hogyha valakinél hiányosság van. Hát ilyen szempontból ez egy nagyon gonosz út. Ugye egyenes úton, meg mondjuk egy mátrai szerpentinen, ott annyira nem látod, hogyha valakinél motorkezelési problémák vannak. De így gyakorlatilag azonnal észre fogod venni, ez ilyen szempontból tényleg gonosz. Ez minden olyan tükör, ami nem a szép arcodat mutatja meg, hanem a csúnyát mindig. Állé, állé, állé! Összebuszozta a bringásoknak a hátteret. Jó beszédült a biciklis középre. Allé, allé, allé! Meg gondolat, hogy szájhagyomány útján is eljutnak hozzánk, nekünk akkora elérésünk van már, tehát igazából elég, hogyha csak valaki rákeres már Google-ön, hogyha még sose kerestél rá a kanyárfotóra a gépeden vagy a telefonodon, akkor simán le is tesztelheted, hogy beírod, hogy mit tudom én, Paso dello Stelvio fotó, vagy bármi ilyesmi, hogy hagyadik találatnak, hogy dob ki minket, ezt gyorsan meg lehet találni. Allé, allé, allé! Hogyha valaki erre kíváncsi, és még nem jegyezte volna meg a nevünket itt. De olyan is van biztos, aki véletlen fut bele. Csöpög is az eső. És aztán eszébe jött, hogy én is ott jártam, engem is lefotóztak, és akkor úgy keresi meg, visszanézi a videóját, úgy nézi meg, látja a nevet kiírva, úgy nézi meg, tehát sokfajtaképpen vissza lehet ebbe találni, hogy kifotózta le őket. Jánosnak is tetszik a táját, ez tényleg
Csoda szép, most már egy kicsit hűvös van egyébként, kéne most már egy pulcsi. Ahogy így befelősödött és nem süt rá a nap. Fel is veszek egy pulcsit, olyankor mindig nagy forgalom van amúgy is, amikor öltözködni próbálok, látod? Még dudál is, tehát a Murphy rögtön egy olyan motoros dobott nekem, aki szinte követelte, hogy fotózzam le, de csak azért, mert így fogom így a kabátomat a hónom alján. Ez egy ilyen jó kis tavaszi Jacky. Így, és akkor a mikrofont is legalább jobb helyre tudom tenni, mert itt a nyakövédőn annyira nincs jó helyen. Itt általában jobb szokott lenni a hangja, hogyha itt lejjebb van egy kicsit. Dezső kérdezett, hogy meddig fog tartani a live. Nagyon jó a kérdés. Szerintem még egy 5-10 perc. Max. Ott már esik Ákos. Akkor már csak 5 percig fog tartani a live. Itt is kezd egyébként kicsit csöpögni, úgyhogy nem csak a live fog 5 percig tartani, hanem akkor itt a fent létünk is. Mennyi ideig tárolod a fotókat? Nagyjából 2 évig tároljuk a fotókat a webáruházon, webáruházban. Több mint 3 millió fotó van most is fent, úgyhogy komoly számok vannak. És azt vettük észre, hogy azért a legnagyobb többség 2 év alatt vagy megtalálja a róla készült fotót, vagy sose fogja keresni. Nyilván mindig vannak kivételek, azért hetente egy olyan üzenetet biztos kapunk, aki 2021-ben, meg 22-ben készült fotót keres. Ők sajnos már lecsúsztak arról, tehát azért 2 évig nem érdemes várni vele, egy év, aztán egy éven belül érdemes megkeresni magadról a képeket. Tényleg elkezdett csöpögni az eső. Akkor szép lassan én elkezdek szerintem elköszönni tőletek, mert ebből már tényleg nem lesz itt komolyabb forgalom, meg ilyenkor, mit tudom én, a routert el kellene tennem, vagy vízhatlanná tennem, hogy az csak ott úgy figyel, nyitva van a tetőablak a kocsinasárt, vagy becsukni, hogyha tényleg elkezd az eső esni, ezt már nagyon nehéz menedzselni. Telefonnal, meg kamerával, meg mindennel a nyakamban. Holnap is lesz live. Ennek csak az időjárás szabhat némi gátat, de szerintem holnap jó idő lesz. Egyelőre nem jeleztek semmilyen tréidőt, mint ami most kezd kialakulni. 10 órakor kezdődik holnap is a live. Szeretettel várok mindenkit vissza. Addig is nézegessétek a csatornánkon a videókat. Nagyon sok érdekes, nagyon sok hasznos infót tudtok megtanulni, elsajátítani szórakoztató tartalmakon keresztül. Ugye, aki azt hiszi, hogy rossz indulatúságban vannak kitéve a felboruló motorosok, az nagyon-nagyon rosszul hiszi. Állj! Mert ez nem a rossz indulat, hanem ez pontosan az, hogy meg tudod nézni, hogy mit csinált rosszul, és te nem fogod elkövetni egyszerűen azt a hibát, amikor errefele vagy hasonló úton
motorozol vagy autókázol. Thank you very much guys for the attention today. It started to rain, so I gotta pack my stuff and leave the corner. I will be back tomorrow from 10 o'clock as usual. The weather will be better tomorrow. Please follow our channel, watch our videos meanwhile, and take care if you are riding anywhere. Zuzu, majd csinálunk utasos videót is, erre még gyorsan válaszolok is. Csinálunk majd utasos videót is, mert most minden nap utassal motorozom föl, amikor kette jövünk a fiammal, ráadásul jó, nehéz is, ahogy kell. Majd megosztok erről is néhány gondolatot, hogy legalábbis én hogy csinálom, de akkor azt majd valamikor máskor, de a közeli jövőben ez meg fog történni, elkövetkezendő hetekben ezt mindenképpen le fogjuk videózni. Na, sziasztok, sziasztok, jók legyetek!